A Hímer házban rendezett ünnepségen köszöntötték Székesfehérvár pedagógusait pénteken. Cserpalkovics András polgármester Székesfehérvár önkormányzata és közössége nevében köszönetét fejezte ki a város pedagógus társadalmának munkájáért. A Székesfehérvár oktatásáért díjakat ebben az esztendőben Szabó Mónika óvodapedagógus, Oláhné Wagner Erika óvodavezető és Balázsik Valéria az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karának címzetes egyetemi docense vehette át. Még a Székesfehérvár ifjúságáért díjat Németné Csentei Gabriella érdemelte ki, aki 2012 óta diák önkormányzati munkát segítő pedagógusként támogatja a székesfehérvári diáktanács munkáját. Adunk át Székesfehérvár oktatásáért díjat többet, illetve polgármesteri elismerő emlékérmet is olyan pedagógusoknak, akik a saját szakterületükön, saját intézményeikben kiemelkedőt alkottak, vagy éppen egy intézményt vezettek hosszú-hosszú esztendőkön keresztül, és persze rajtuk keresztül ismerjük el a pedagógus pálya nehézségét és szépségét és nagy felelősségét egyaránt. Úgyhogy örülök, hogy együtt tudunk lenni, együtt tudunk ünnepelni, és a hétvége azt hiszem, hogy sok helyen fog szólni arról, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, kedves pedagógus. 100x100 méteres váltófutással ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját az Arak. A születésnap alkalmából több mint 100 egykori és jelenlegi klubtag futotta le a távot a Bregyóban. Hírt Károly elnök elmondta, számos szép eredményt tudhatnak magukénak. A cél pedig továbbra is az, hogy minél többekkel kedveltessék meg az atlétikát. 2005 dobogós hely, 710 bajnoki cím, 270 válogatott. Erről gondolatot mondani nehéz. Dolgoztunk keményen, ennek megvett az eredménye. Nem tudok erről olyan gondolatot mondani, ami annál több lenne, mint hogy teljesítettük azt, amit vállaltunk, hogy Fehérvár fiataljait próbáljuk meg, hogy őket érdekli a sport és ez a sportág, próbáljuk meg a lehető legmesszebb eljutatni. Az építőipar múltja, jelene és jövője egyebek mellett mindezekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők az Albarégia baráti kör 20 éves születésnapi rendezvényén. Az építők napjához kapcsolódó esemény egy szakmai előadással kezdődött, amelyen az előadó az építőiparral kapcsolatos kérdéseket járta körül és ismertette meg a résztvevőkkel. Emellett egy kiállítás is nyílt a Vörösmarty Mihály szakképző iskolában, amelynek fotóanyaga baráti találkozásokat, jeles eseményeket örökít meg, valamint felidézi a közös jövetelek emlékét. Most, hogy elértük a 20 évet, úgy gondoltuk, hogy nem csak az Arévnek van múltja, hanem az Arév baráti körnek is. Tehát csináltunk egy olyan születésnapot, amikor megmutatjuk, hogy mit is tettünk a 20 év alatt. Ebben a kiállításban hát igazából kicsit tematikusan, de nagyon foghíjesen összefoglaltuk azt, ami a megalakulástól kezdve történt, és mik voltak azok a jellemző tevékenységek, ami miatt nyugodtan mondjuk, hogy megvan ez a társaság. Gárdonyi Géza emlékülést rendeztek a Vörösmarty Könyvtár olvasó termében. A találkozón az Agárdhusztán született kivételesen tehetséges író, a 19-20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakjának életét, munkásságát idézték meg, aki korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Az emlékülést megtisztelte jelenlétével Keller Péter, az író dédunokája is. A család számára egy öröm. Egy öröm az alkalom, minden olyan alkalom, amikor a dédapámról szó esik. És ez a mai emlékülés, ez különösen is fontos az én olvasatomban, mert azért ezt kevesen tudják, hogy Gárdonyi Géza Székesfehérváron is élt. Lehet, hogy csak egy rövid ideig, legalábbis ez életrajz azt mondja, de azért Székesfehérvári is volt, és jó olyan településekre visszajárni, amelyek, hát úgy mondom, gárdonyi települések, és így Székesfehérvárra is jó volt jönni. Országjáró körútjának negyedik állomására, Székesfehérvárra is megérkezett a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara. A ma már világhírű Hungarikum minősítésű és magyar örökség díjas zenekar a Prohászka templomban Misszió című templomi koncertsorozata keretében varázsolta el az igényes muzsika kedvelőit. A zenekar Danyi Lőrincz Róbert és Lendvai Csócsi József primások vezetésével ezúttal kivételes a repertoárjuknak azt a részét hozták el, amely klasszikusokat és a hit méltóságát forrasztja egyé. A zenekar nagyon örül ennek az invitálásnak, ennek az egész programnak a megvalósításának, hiszen a Kulturális Minisztérium támogatása jött létre.
és a zenekar nagyon-nagyon vallásos tulajdonképpen, és többször jártunk koncertet adni a templomban, és gondoltuk, hogy mi lenne egy koncert sorozatot adnánk országszerte. Hát ez meg is valósult, és az előrejelzések is nagyon-nagyon pozitívak voltak, hiszen nagyon várták ezt a koncertsorozatot. A fenntarthatóság érdekében fogott össze az Arkonik Alapítvány és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete. A cég alapítványa 40 ezer dollárt ajándékozott a baráti körnek azért, hogy egy fenntarthatósági pontot alakítsanak ki a Pákozdi Katonai Emlékparkban. A szabadtéri tanterem az általános és középiskolás gyerekeknek ad lehetőséget a környezet tudatosság élményszerű elmélyítésére. A szabadtéri tanterem kialakítása heteken belül elkezdődik, és a tervek szerint nyár közepére elkészül. Egy fából készült félig nyitott épület, tájékoztató táblák és QR kóddal elérhető ismeretterjesztő anyagok várják majd a Pákozdi Katonai Emlékpark fenntarthatósági pontjára érkezőket. Az itt megvalósuló programok illeszkednek a szervezet gyerekeknek szóló Hazafiság iskolája elnevezésű sorozatához, amely a honvédelmi nevelés mellett a környezet tudatosságra is nagy hangsúlyt fektet. A Velencei tó is környékének a csodálatos természeti környezetét adja. Ez azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben segít ahhoz abban, hogy élményszerű programokat kapjanak a gyerekek, mert itt nem akarjuk mi helyettesíteni az oktatást, a nevelést, amit az iskolában is más nevelési fórumokon megkaphatnak a gyerekek. Mi itt élményt szeretnénk adni, amivel megerősítjük és elmélyítjük azt a tudást, amit mások meg tudnak szerezni.